Jó estét kívánok, kedves közönségünk! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Solymosi Tari Emőke vagyok, a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozatának a vezetője. Ez a sorozat, ahol most Önök vannak, a Keddi Kaleidoszkóp címet viseli, és ez a mai egy különleges alkalom, hiszen éppen a 40. ilyen pódium beszélgetésünk ez a sorozatban. Úgyhogy most meg is ragadom az alkalmat, hogy Sulyok Miklós művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjának gratuláljak is ehhez a 40 pódium beszélgetéshez és a szervező munkához. A kiváló szerkesztéshez, és nagyon szépen köszönjük ezt a munkát, amit végez. Hát aki volt már itt, az tudja, hogy a Keddi Kaleidoszkóp pódium beszélgetésein neves alkotóművészek, illetve művészetelméleti szakemberek beszélnek a munkájukról, és a beszélgető társuk, a kérdezőjük, az igyekszik mindig az aktuális munkájukat középpontba állítani. Ez a mai alkalom, ez ilyen szempontból is egészen kivételes lesz, hiszen a vendégünk Kassai István zongoraművész egy személyben testesíti meg a kiváló előadót és a kutató tudóst, a zenetörténészt. Tehát ez egy ilyen dupla Keddi Kaleidoszkóp, hogyha szabad ezt mondanom. Kassai Istvánról azt gondolom, hogy azok, akik most eljöttek, jól tudják, hogy ő a művészi munkáját és a tudósi, kutatói munkáját is a magyar zene elfeledett értékeinek szenteli. Hihetetlen az, hogy 45 CD gazdagította már a magyar zenét, lehet, hogy azóta már többel is, majd ezt fogjuk hallani, Erkel Ferencnek, Hubay Jenőnek, Mosonyi Mihálynak, a Weiner Leónak az elfeledett műveit kutatja fel és mutatja be valóban heroikus munkával, arról nem is beszélve, hogy hát a magyar kultúrpolitikában mennyit küzd azért, hogy ezek az elfeledett értékek továbbra már ne legyenek elfeledve. Kassai István azt hiszem, hogy abban is egy kivételes példa nekünk, hogy olyan nehézségeken kellett keresztül mennie az 1980-as években, a 80-as éveknek tulajdonképpen már a második felében, szóval már igazán közel volt a rendszerváltás, szóval olyan nehézségeken kellett keresztül mennie, amelyek hát kevesünket tépáznak meg, és ő mindebből fel tudott állni, és lám itt van, és hihetetlen aktivitással végzi a munkáját. De azt gondolom, hogy majd erről úgy is fogunk részletesen hallani. Minden esetre engem egészen megdöbbentett az, amit a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusi honlapján Windhager Ákos, a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetünk munkatársa tollából olvastam Kassai István életútjáról. Az ő jelmondata, amit választott erre az akadémikusi oldalra, az így hangzik: ha nem Isten állt volna mellettem, elkezdeni sem tudtam volna mindazt, ami mögöttem áll, nemhogy befejezni. Én azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy a beszélgető partnere Kassai István zongoraművésznek egy olyan másik zongoraművész, Kertész Lajos, egy zongoraművész tanár, ugye aki neki a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanára volt, aki egyúttal református teológus is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a beszélgetést át fogja hatni ez a mélységes hit, ami mindkettejükre jellemző. Tekintettel arra, hogy most Kassai Istvánt fogja bemutatni Kertész Lajos, én pedig hadd mutassam be egy icipicit magát, Kertész Lajost, akiről először is hadd mondjam el, úgysem fogják nekem elhinni, de 94. évében van, és kérem szépen, az ő tanárai között olyan professzorok voltak, mint Kodály Zoltán, Járdányi Pál, Barta Dénes, Szabolcsi Bence, Banda Ede, és hát még jó páran. Hát aztán persze arról nem beszélve, hogy ki mindenkit taníthatott hosszú élete során. Többek között a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntették ki Kertész Lajost. A beszélgetés az körülbelül egy olyan 1,25 óráig szokott tartani, és az utolsó negyed órában a kedves vendég, illetve a kérdező társ mindig meg szokta adni a lehetőséget a közönségnek is, a hozzászólásokra, illetve a kérdéseknek a
feltevésére. Úgyhogy erre közben készüljenek. Nagyon szépen köszönöm, hogy erre a 40. alkalomra elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm önöknek, hogy itt vannak, a jelenlévő akadémikus uraknak, hölgyeknek, híres neves művészeknek is, hiszen itt van Zádori Mária, Dobozi Borbála, Hegedűs Endre, Hőne Gusztáv, és én csak így hirtelen, hogyha körbenézek, ilyen jeles művészeket látok. Nagyon szép estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm, köszönjük a zenetörténész asszonynak a kedves köszöntő szavait, és szeretettel köszöntöm Kassa István zongoraművészt, én is, és a kedves, tisztelt hallgatóságot. István, én tégedet 10 éves korod óta ismerlek, mióta, mint kisfiú, rendkívüli tehetséggel, rendkívül módon a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola növendéke és az én főszakos növendékem lettél. Azóta az évek folyamán ez a tanár-diák viszony egy bensőséges, szétválaszthatatlan barátsággá ötvöződött. Engedd meg, hogy még mielőtt tudakozódnék a te életpályádról, tegyek fel egy kérdést, amire csak néhány mondatost választ gondolok, hogy ez a mai nap, ez a tragikus dátum, a június 4-e, benned milyen gondolatokat, érzéseket ébreszt? Hát Trianon azt hiszem a nemzetet ért legnagyobb trauma, amit történelme során érte, mert tulajdonképpen a tatárjárás, a törökök, a habsburgok, mindegyik egy úgymond vesztes háborúnak az eredménye, aminek a következményeit elviseltük. A Trianon viszont egy egészen váratlan ügy volt, amiben tulajdonképpen Magyarország területei szerte szétajándékozták a környezetnek, és azóta is ez a helyzet rendezetlen, a környező országok sem tudták megemészteni még mindig Trianont, ez jelzi azt, hogy az emberi jogokkal ott bajok vannak, mindenféle jogokkal, ez azt jelzi, hogy nem, még mindig nem tudták megemészteni Trianont, és a Magyarország természetesen nem tudja megemészteni, hiába próbálták szőnyeg alá söpörni ezeket a dolgokat, és hát ez egy nagyon előremutató kezdeményezés, hogy a nemzeti összetartozás napjaként hirdette meg a kormány azt, hogy ünnepeljük Trianonnak az évfordulóját. Tulajdonképpen ez már a hitvallásban is benne volt, az irredentának minősített vers, ami arról szól, hogy hogyan kell fölállnunk. Tehát nem arról, hogy mindent vissza, hanem azt, hogy hogyan kell fölállnunk. Tehát valami ilyesmit. Sorsunkat nagyban meghatározhatja, hogy mikor, hol és hová születtünk. Te az 56-os forradalom leverése után a bosszú politikai légkörében néhány nappal a 18 éves Mansfeld Péternek a halála felakasztása után születtél. Budapesten, egy olyan családba, ahol a műveltséget magas szinten művelték. Ha jól emlékszem, úgy tudom, hogy a te drága nagyapád hamar felismerte benned, mint kisgyermekben a nagyszerű szellemi adottságokat, és bölcsen nyitogatta, ébrezgette az érdeklődésedet a nagyvilág valósága vagy felfedezésre váró titka iránt. Ez a képességed megmaradt egész életedben, sőt, merem mondani, hogy a horizontális érdeklődésed gazdagodott a vertikálissal. Most azt szeretném, ha ez a 10 évvel előtti kisgyermekkorodról beszélnél, hogy találkoztál a zenével, és tulajdonképpen milyen volt a szemednek az állapota? Hát ahogyan találkoztam a zenével,
édesanyámék elmentek az operaházba Giselt megnézni, és olyan balettot kezdtem el édesanyám méhében, hogy haza kellett jönni ők. Ez volt az első találkozásom a zenével, amit a külvilág is érzékelt. Aztán hát én mindenféle apró dolgok, amit hát mindennapos, tehát elment egy mentő, és akkor elkezdtem bömbölni, és nem tudta a vendég, hogy miért bömbölök. Az olyan mentő miatt, miért ilyen szenzibilis, ebből a gyerekből művész lesz. Úgyhogy hát, de ez teljesen mindennapos, ez bárkivel előfordulhat. De tulajdonképpen ami a sorsfordító volt, az, hogy hát minden gyereknek jobb családban hát zenét kell tanulnia, zongoráznia kell, hát ez elemi dolog. Még zongora se volt otthon, hát bérelt egyet édesanyám, és hát zongoratanárnő is kell lenne, telefonkönyvet kinyitotta. Hát, szóval ez isteni szerencse, hogy kinek a kezébe kerül ilyen körülmények közt az ember, és hát tulajdonképpen Csákvár Ilonához kerültem, aki egy Liszt tanítványnak volt a tanítványa, tehát harmadik generációs Liszt növendék vagyok, ami hát Magyarországon tényleg mindenki Liszt növendék, így valahogy áttételesen. De hát, és a szemednek az állapotáról is, igen, hát mondjál valamit. Az 5 éves koromban kezdődött, addig volt egy teljesen éles látásélményei vannak, sajnos nem emlékszem vissza, de arra emlékszem, hogy a nap besütött így ellenfényben a szék alá, és a teljes sötétségből kibukkant egy darázs, és minden szőrszálat a potrohon láttam. Ez 3 éves koromban volt. Aztán elvittek szemorvoshoz, mert miért ilyen szigorú a gyerek, miért néz ilyen szigorúan, és 2 pöttyöt felfedeztek mind a 2 szememben, és hát ez egy induló hályog volt, és hát ez nőtt. Aztán 9 éves koromban már kiültetett a számtan tanárnő maga mellé, mert különben hát ki kellett, az a kecske ugrálást nem lehet csinálni, hát üljek ki, és onnan nézzem le a táblán, ami van. 10 éves korodtól 14 éves korodig voltál a konzervatóriumnak a növendéke, de már ez alatt a 4 év alatt feltűnő sikert arattál. Hát igen, ez a... Hát már a felvételi is, ugye, hogy hát egyáltalán... Rendkívüli volt, mert abban az időben a konziba csak 14 éves korú tehetséges gyerekeket vettünk fel a középfokú zenei tanulmányoknak az elvégzésére, te pedig még csak 10 éves voltál. Igen. És ezért kerültem hozzád, mert olyan híred volt, hogy te tudod tanítani az ilyen eseteket is, mint amik én voltam. Hát aztán úgy látszik, hogy beváltam, mert a Ustinád Dábemi versenyre, ami most is létezik egyébként ez a verseny, és hát akkor egyszer indultam 72-be, nem 71-be, aztán 72, amikor Japánban voltál, akkor is indultam, és második és első díjat. De ez olyan, annyira, hogy mondjam, mamám aznap, amikor játszottam volna a döntőbe, délután kerültem sorra, már sötétedett, és nem ment citromért, mert hát minden étkezéshez citromos tea dukált, szóval ilyen abszurd dolgok, és akkor valaki kaparászott, én meg szunyókáltam, na mondom, kaparásszál, én alszom. És akkor kerültem volna sorra. Na most, akkor a Ábrahám Marian tanárnő, aki akkor egy fél évig tanított, amíg Japánban volt, nagy nehezen elkönyörögte, hogy hát azért mégis hallgassanak meg, hogyha már jöttünk Budapestről. És aztán ez volt a szerencsém, mert a legjobb csegyereket rakták a végére. És akkor én utána jöttem, és nyilvánvaló lett a különbség. Úgyhogy szóval, ahogy az embert így viszi a sors, vagy inkább a jó Isten mondanám, mert ezek a dolgok, hogy bekerültem a konziba. A 4. év végén egy nagyon szép záró műsorral önálló koncerted volt, és erre meghívtuk az akkori Zeneakadémia nagy tekintélyű zongoratanszék vezetőjét, Kados Apált, és ő megtisztelt bennünket, eljött a hangversenyre. Azt tudom, hogy műsorodon már olyan művek szerepeltek, amelyek nyugodtan ott lehettek volna egy művészi diploma
programjában is. Nekem annyira emlékezetes, hogy az a szerény kisfiú Kassai István hogy szólaltatta meg Kodálynak a Furiózó című kompozícióját. Tudnunk kell, hogy Kodály a Vergilius éneiszéből egy mottóval, quos ego indítja el ezt a kompozíciót, és te ezt úgy játszottad el, mintha valóban Neptunus, a tengeristene megfenyegette volna a szeleket, hogy majd adok én nektek. Na most azt szeretném, hogy ezután a hangverseny után, tehát a középiskolai tanulmányaid befejezése után hogyan alakult az életed? Hát itt egy érdekes, hát nem érdekes dolog, ez kényszer. Tehát a középiskolában végeztem ugye a konzi, tehát a zenei tárgyakat, szaktárgyakat, és az általános iskolát továbbra is végeztem. Tehát az első konzival az 5. osztályt, és akkor a 4. került, akkor a 8. osztályt. Ezt magántanulóként végeztem, mert tanárok nem tűrték már sajnos, hogy annyit hiányozzak. Egyébként, és csak a 2. fél évet éppen, nagyon nagy kitolás volt, mert hát, hogyha ott vagyok az órá, akkor megtanulom magamtól. Tehát egy nagyon megterhelő periódus volt, aztán indultam a fővárosi versenyen, amit meg is nyertem, és mehettem volna tovább az országosra, amit előző években a Siff Andris nyert meg, de a főiskolai felvételit választottam végül is, és előfelvételig jutottam, és hát akkor kicsi lazítás, édesanyám azt mondta, hát akkor pihenjünk egy kicsit, menjünk kirándulni, úttörővasút Hűvösvölgyi végállomás, akkor elindultunk visszafelé, és akkor töltésre már le kell menni, mert ott a sétaút, és nem vettem észre, hogy a úttörővasútnak a alakfőjelzőit vezénylő drótok, ezek a kábelek ott vannak a sín mellett, jó vékonyak, és keresztül buktam rajtuk, könyökkel rá egy kőre éppen, egy 2 méteres töltéssel el is tört, és hát akkor kórház, és ott egy olyan szövődmény jött be, hogy június 11-én történt ez, és augusztus közepén jöttem ki a kórházból. Tehát felvételi nem volt, mert nem lehetett. Na most a Kadosa tanárnak ez a bizalma bennem, vagy nem tudom, hogy milyen indíték volt, de azt mondta, hogy akkor én fölveszlek előfelvételi alapján, és így kértem az akadémiára tulajdonképpen, és ott októberben még csak hospitáltam, de novemberben már jártam a Ránki Dezsőhöz, aki tanársegédem lett. Bizonyára fél tőled, hogy hallotta, hogy hogy játszottad a Furiózót, ez volt az oka annak, hogy fölvett. Na István, a te főiskolai esztendeid alatt sok minden történt, ugye ott is kiváló eredményeket értél el, Artisius jutalomban részesültél, Pásztori Ditta ösztöndíjat kaptál, sőt, nagy esemény volt, amely nem csak a te életedben, hanem lehet mondani, hogy akkor az egész magyar zenei életben nagy esemény volt, a Rádió Zongora verseny. Úgy tudom, 7 alkalommal került el sor az idők folyamán, és te az egyiket megnyerted, sőt, még ráadásul, mint legjobb főiskolás, még egy külön díjat is kaptál, és aztán úgy tudom, hogy ennek lett a következménye az, hogy zenekarral is játszottál a Zenakadémián, mégpedig a Rachmaninovnak a Paganini témára írott változatait, amivel hát óriási sikert arattál. Erről beszéljél valamit. Hát ez egy különös verseny volt több szempontból is. Első, hát privát dolog, amiről nem igazán beszéltem még, hogy a Kocsis Zoli megkértem még ősszel, hogy hallgassa meg ezt a Rachmaninov Paganini változatokat, mert ő ennek a specialistája köztudottan. És hát jó, akkor majd szól. És hát akkor csináltam a műsort össze-vissza, Paganinit elraktam, hogy majd megérlelem, és akkor főiskola folyosója, na hát kisfiam, akkor gyere, majd holnap után játszd el. A halóporaiból elő kellett venni ezt, tehát soha annyit nem gyakoroltam egyébként 5 órát, és akkor 8 órákat csináltam a Rachmaninovot, és el is játszottam neki, nem mondott szinte semmit, de viszont, hát, hogyha valaki, ha nem mond semmit a Kocsis Zoli, akkor az jó. Tehát a lényeg az, hogy nekem viszont, hát aztán mentünk a boltba, édesanyám, a ronda esős tavasz volt, hideg volt, visszamegyek kesztyűjén, nem, ilyenkor nem veszünk kesztyűt.
és hát akkor itt kezdett fájni, meg itt, aztán a másik kezem ott, meg ott. Alapos megerőltetés, nem inhüve gyulladás, hanem megerőltetés mindkét kézen, és akkor a Konzinak a tornatanára adott egy terápiát, hogy hideg, meleg, hideg, forró víz egymás után, és hintőpor, és ilyen magas fotölt, így kell tartani, hogy a vér ne legyen benne, és hát akkor ez így szépen ment, és fokozatosan gyakorolni, egyszer egy percet, kétszer egy percet, háromszor egy percet naponta, és amikor elkezdtem a elődöntőnél tartottam, akkor voltam a 3x5 percnél. Akkor kellett a lidércfényt játszanom, meg a mazeppát, meg a dédur szonátát, a Mozart, a legnehezebbet, az utolsót. És amikor a döntőre került sor, tehát a Rachmaninovra, úgyhogy el kellett játszani Mondsen szonátát, és utána kinyúlt a zenekar, rögtön a Rachmaninov Paganinit, akkor tartottam a 3x20 percnél. Tehát egyrészt így sikerül első díjat nyerni, ez tulajdonképpen azt bizonyítja be, és azért is mondom el, hogy a zongorázás nem csak mechanikai munka, mert azért az, hogy ott megnyertem, kellett az, hogy előtte rengeteget dolgoztam, hanem fejben dől el az egész, mert azt mondta ugye a tornatanár, hogy minden nap, amikor így van, a teljes nyugalomban vagyok, 3x játsszam el a műsort fejben. És akkor hát ennek köszönhető szerintem ez a dolog. És akkor a Nagy Petivel voltunk úgy, hogy mind a ketten nyertünk első díjat, és mind kettő darab legjobb főiskolás díjat adtak ki. És a zsűri nagyon vigyázott, hogy ez tényleg úgy legyen, egyikünk se sérüljön, tehát mind a kettőnk egyenértékű első díjat kapott, és megtekinthető a honlapomon ez az oklevél, nagyon büszke vagyok rá. Kadosa tanárnak, meg Petrovics Emilnek a szignójával, az Empléni Kornél, fantasztikus. 82-ben szerezted meg a művészi diplomádat, de előzőleg már 81-ben már előjátszottál Szangliszban Cifra Györgynek, aminek az lett az eredménye, hogy alapítványt is kaptál, és 6 gálaestet adhattál, amelyet megosztva Franciaországban és Magyarországon csináltál meg erről. Igen, hát először 81-ben voltam nála, a fia halála előttem 10 nappal. Na most utána is ismertem, előtte csak egyszer egészen megváltozott, ez természetes, zárkózottabb lett, olyan, hogy úgy mondjam, szóval nem lehet kifejezni, mint hogyha fal nőtt volna közte és a világ között, és nagyon nehezen nyílt meg. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen összehozott engem, amikor először voltam ki, utána egy szakemberrel, aki a Konzervatoire Européennek volt a titkár, és Madame Lefebvre, tehát Yvonne Lefebvre-nek, aki Alfred Cortónak volt a tanársegédje, bólogatsz, mert te is voltál kint Madame Lefebvre-nél emőke, bizony, együtt voltunk egy kurzuson. És aztán hozzá kimentem kurzusra, na és mivel indokoljam azt meg, hogy kimegyek egy kurzusra Franciaországba, hú, de szigorúan vették azt, húha. Szóval nem lehetett az, hogy én ki szeretnék menni egy kurzusra, engedjenek ki, azt meg kellett indokolni. És hát versenyirodába bementem, hogy mit csinálok, ott láttam egy nagyon szép plakátot, ez komolyan úgy, nem tudtam arról, hogy ez van, és nézem, hogy a Debussy verseny, ugyanott a kurzus van, Saint-Germain-en-Laye, a Debussy szülővárosa, na hát akkor azon indulok, és akkor azért megyek a Madame Lefebvre-höz, hogy erre fölkészítsen, és fölkészített, és első díjat nyertem. Tehát ez mind olyan dolog, hogy hát majd a végén. Szóval hihetetlen. Na most engedd meg, előre ugrok, de aztán visszatérünk, mert nem szeretném, ha Cifrát elejtenénk. Mikor te növendéken voltál, akkor már a nálad sokkal idősebb növendékeim is rendkívül sokra becsültek, meg szerettek, és sokszor viccesen mondtam nekik, nem is képzelitek, hogy ennek az Istvánnak milyen csodálatos hallása van, ha ráülök a zongora billentyűkre, és megkérdezem, hogy mondd meg, hogy milyen hangokat hallottál, ő el tudja pontosan mondani. És hogy ez mennyire nem csak vicc volt, azt akkor bizonyítottad be, amikor később Cifrának a rendkívül bonyolult improvizációit hanglemezről a csodálatos hallásoddal lejegyezted, sőt, kiadásra kész állapotba hoztad. Ezzel kapcsolatosan szeretnék hallani valami érdekeset.
egy keszthelyi kurzuson, amikor már hát, hát azt el kell mondani, hogy mikor hazajöttem Franciaországból, nem volt egy sima ügy, tanulmányútról akkor valakinek gusztusra támadt a második évi ösztöndíjamra, és hát a 3/2-nek az útján, hát mit mondjak, szóval megsemmisítési kísérlet volt szabadon, semmiféle megélhetés, kiutazás, közérdekellenes, sebensekint. A lényeg az, hogy akkor a Cifra György kihívott engem, 85-ben kaptam egy díjat, tehát a konzervatoár Európienben diplomázó legjobb, három éves periódusban legjobb növendék kapott akkor, és akkor találkoztam Cifra, és akkor adott nekem egy ilyen Brahms kazettát, amin a magyar táncok voltak. Ez csak 15 magyar tánc volt, mert akkor vette fel, amikor a fia meghalt. Tehát úgy látszik, hogy én nem tudom, nem hiszem, hogy ez igaz lenne, amit ő mondott, hogy ezek a többi magyar tánc nem olyan, hogy zongorista dának valamit mondaná egy szóló. Nem, de azt hiszem, hogy a fia halála miatt nem érzett magában elegendő lelki erőt már, hogy ezeket megcsinálja. És akkor hát mondtam neki, hogy hát ezek nincsenek lejegyezve, ottak kellene belőle. Hát, igen, igen, ezt csináld meg. És megcsináltam a keszthelyi kurzusra magammal, vittem egy évvel is, azt mondja, nagyon jó, csinálj, folytassam. És akkor ez így egy műhely kapcsolat lett, és még egy, ezeken kívül még egy nagy darabot, a Fantasy Rumen című román vagy romános dallamokra írt fantázia, 11 perces, baromi nehéz, lejátszhatatlan, és hát nem mondom, hogy lejegyezhetettem, mert lejegyeztem. És hát büszke vagyok rá, mert kiküldtem neki a kottát, és revideálta, tehát beleírt, amit ő jónak látott még. Amit jónak látott még, az három ilyen kis arpeggio-jel. És aláírta a végén, hogy rendben van. Hát ez nekem a egyik legnagyobb dicséret, amit életemben kaptam. És hát azt hiszem, hogy aztán halála után a Cifrani azt mondja, most már sietni kell, mert csináljam meg még egy párat. Megcsináltam, és hát sajnos körülötte voltak olyan emberek, akik nem a legjobb indulatúak voltak, és hát kiszedték a kezemből az utolsó pillanatban, rontottak rajta természetesen. Úgyhogy a lényeg az, hogy megjelent, rajta van a nevem, de hát én most már azt mondom, hogy nagyon jó, hogy ez így történt, mert tulajdonképpen több időt nem töltöttem vele, mint amennyit valóban szükséges. Rengeteget tanultam belőle, 3 évig nagyon szabad volt a játék, akkor egész elcifrultam, és hát, hogy mondjam, nem jó, hogyha az ember annyira hatására kerül egy nagyon nagy egyéniségnek. Jó is, de nem, le kell szűrni a tanulságokat, és az legyen az ember, ami. Na hát itt mondtad a Cifra dicséretet, meg most mi fogunk tégedet megdicsérni, mert egy óriási tetted volt, az is 82-ben, hogy Párizsban a Debussy nemzetközi zongoraversenyt megnyerted, méghozzá a nagy díjat. Mi lett ennek a következmény? Mert úgy tudom, hogy még a minisztériumtól akkor még erre a csodálatos győzelemre kaptál is valamilyen támogatást, és sikerült egy néhány koncertet is adnod. Hát igen, ez a, hogyha valakit kidugja a fejét, akkor nem csak a pozitív, hanem megpróbálják lefelé nyomni. Ez természetes, ez minden szakmában így van. Lényeg az, hogy akiktől én kaptam, ez az Erkel Tibor féle minisztérium volt, és akik aztán lenyomták a fejemet, az már a Petur György féle kulturális minisztérium volt. Szóval nem ugyanazok az emberek voltak, és nem ugyanazok az indulattal. Úgyhogy a lényeg az, hogy ennek a versenynek a folyamánya volt az, hogy én egy éves ösztöndíjat tudtam nyerni, illetve tudott kijárni nekem, részben Kadosa tanár úr, részben Cifra György, és hát aztán későbbiekben pedig az történt, ami történt. De szóval azt, amit én megtanultam, és amit ez alatt az idő alatt, a keserves évek alatt tanultam és dolgoztam, mert nem sokáig, az ember nem sokáig, nem engedheti meg magának ebben a szakmában, hogy akkor jaj, de elkeseredem. Ez tart egy pár hétig, vagy akár hónapokig is, és aztán hogy lehet tovább menni. És akkor azt csináltam, hogy csináltam egy Brahms évet, csináltam egy Chopin évet, csináltam egy Liszt évet, és aztán jött a magyar zene. Igen, de még előzőleg
tegyünk említést arról, hogy 82-ben, 83-ban, 85-ben a híres, kiváló zongoraművész, pedagógus, francia asszony Yvonne Lefebvre-nek a tanítványa voltál, előzőleg meg ezeken a kurzusokon vettél részt, és úgy tudom, meg magam is tapasztaltam, amikor hallottam a játékodat, hogy nagyon nagy hatással volt a te előadó művészi adottságaidra és koncepciódra. Hát azt hiszem, hogy a talán, bocsánatot kérek tőled, de a legnagyobb hatást tényleg a Madame Lefebvre tette rá, mint zongorista, mert egy egészen fantasztikus egyénység. Csomó felvétele van ugyan az interneten, de nem jön át az ő egyéniségének az ereje is. Az a fantasztikus tulajdonsága, hogy egyedülálló volt abban a tekintetben, hogy a francia klasszenistáktól, Scarlattin keresztül, Bach, Handel, szinte minden szerzőnek a fontosabb művei repertoárián voltak, összes Beethoven szólt természetesen, de mondjuk a Balakirje Viszlame is, ami hát az egyik legnehezebb darab, meg Lisztnek a ritkassága, még én se ismerek, szóval egészen Bartók Béláig hallottam is a francia impressionistákig tőle, és mindent olyan színvonalon játszottam, mint a legnagyobb specialisták. Tehát a Beethoven appassionátát senki nem játszotta a szemnála jobban, Ravel zongora versenyt úgy szintén, a Bachokat elképesztő intenzitással tudta produkálni, és a Chopinát az végtelen poézis. Szóval, minthogyha 10 specialistából lett volna összegyűrös, mindegyik a legelőnyesebb arcát mutatta. Ilyen sokszínűségét az előadói egyéniségnek nem tapasztaltam azóta, se pódiumon, tanárként nem tudtam, mert ez az más, de pódiumon sincs ilyen, nincs máig se. És nem is volt. Tehát egy egészen különleges valaki volt. Én azt gondoltam a te tehetséged alapján, hogy úgy a klasszikus, mint a romantikus szerzők nagy formátumú műveinek leszel egyéni, különösen poétikus megfogalmazásban igazán kassai, olyan előadója, aki nem csak a határokon belül, hanem külföldön is csak öregbíti a magyar zongorajátszásnak, zongoraművészetének az értékét, hogy ez nem következett be, ennek nem te vagy az oka. Én most azt szeretném megkérdezni, hogy mikor következett be az, amikor konkrét tények alapján kezdett tapasztalni, hogy a minisztérium, sőt bizonyos mértékadó zenei körök is azzal gátolják a te művészi előre lépésedet, hogy egyszerűen nem akarnak tudomást venni rólad. Hát még a magyar zene előtt, hogy ez hogy indult. Ez egészen megint egy fantasztikus dolog, mert a Cifráné szervezte akkoriban Szenszalizban a koncertprogramokat, hát természetesen Cifra irányításával, viszont hát ő volt, aki meghatározta ezeket a dolgokat, és egy koncertet rendezett nekem még 82-ben. És ennek az volt a címe, hogy Le futur de piano hongrois, tehát a magyar zongora jövője. Akkor még semmilyen jele nem volt, egy teljesen banális program volt, 3 Liszt transzendentet volt benne, meg egy Bartók, kis Bartók darab. Tehát az égvilágon semmi, csak hát megragad az emberben, vagy nem benne, nem tudom. Aztán jött ez a nagy mizéria, ami hát nem kellett nagy mesterség hozzá, hogy észleljem, hogy nem akarnak tudomást venni róla. És hát ebből hogy talál az ember kiutat? Na most itt nem a magyar zene jelentette rögtön, de az jelentette a kiutat, mert megtalálta Merkelt, és elkezdte a művei után menni, mert láttam, hogy itt van keresnivaló. Tehát vannak zongoraművek, amit senki se játszott, opera kivonatai, mert ő maga írt, senki se játszott, de még előtte, mert ez kellett valami kifutás, mert hogyha csak én fedezel föl, és játszom a 4 falnak továbbra is, akkor ez nem jelent semmit. Tehát a Prunyi Ilona, kedves kollégám, azóta se tudok eléggé hálás lenni neki, átadott nekem egy programot,
amit Jandó Jenő se vállalt el, meg Németi Attila se vállalt el, és ő se vállalt el, mert nem volt rá idejük, és egy hálátlan anyag. Ernest Bloch zongora műveinek a svájci, amerikai, és tulajdonképpen a zsidóság népi nemzeti zene szerzője. Tulajdonképpen a lényege az ennek a dolognak, hogy egy lemezre való zongoraművet kaptam, és hát aztán kezdtem utána menni a saját tank vagy kos, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, kos természetem, mert már kos jegyébe születtem, mert az azon tartozik, hogy megyek a falnak neki, és hát megnéztem, hogy hát mi van a lexikonban, 9 műve, 10 műve van, mennyi műve van, hol vannak ezek a kották, és akkor fölkerestem a nagyon nehezen, tényleg utána mentem, hogy kik az örökösök, a két lányával levleveztem az egészet, ide adták nekem a kiadatlan kéziratokat, és egy összkiadást tudtam bele csinálni, amit addig senki sem. Tehát egy világelső összkiadás. Meg volt, és a Heyman úr, aki vezette ezt a céget, a Naxos céget, megkérdezte tőlem, hogy hát akkor mit szeretnék csinálni a továbbiakban. Szeretnék-e dolgozni tovább? És akkor mondtam, hogy igen, Erkelt, Mosonyit, Folkmant, Weinert és Kodályt. Most ebből a Kodály még nincs meg, de majd meg lesz. A többi már nagyjából megvan, úgyhogy igaz az, hogy amit az ember 20 éves korában, hogy maga előtt tűz, abból az egész élete folyamán abból él. Tehát ez volt a folyamat. Igen. Hát felvillódzott előtted a te igazi küldetésednek felülről kapott fénye ezekben az időkben, amelyben megláttad a magyar zene, főleg a 19. és századforduló zene térképén a nagy fehér foltakat. És te a magad művészi előadói képességeiddel, sőt, később aztán kiderült, hogy a zenetudósi, muzikológusi adottságaiddal is rászánod az életed hátralevő részét ezeknek a fehér foltoknak a betöltésére, a térkép újrarajzolására. Ez az időszak jelentős a te életedben, erről beszéljél, és erről kezdjünk most már majd beszélni, hogy mi minden történt a magyar zenei múlt felfedezésével. Hát folytatva Naxos Marco Polónál, hát mondom, mielőtt még ezt a blokkot megkaptam volna, és megcsináltam volna, Erkel volt természetesen, máig elkísér, és most már az egész életművel próbálok, hát nem védőügyvéd lenni, hogy nagyjából kiabálni itt ott, ahol kapok fórumot, hogy hát mi történik, és mit kellene, mi hiányzik, mit lehetne csinálni. És hát a zongoraműveket, hát mit mondjak, hát a kézirattárban találtam egy nagyon jó pofa zongoradarabot, megtanultam, kivette egy másik kéziratot, kivette, hogy annak az eleje. Most ahhoz képest, hogy az Erkelnek a legnagyobb és legreprezentatívabb zongoraműve, ehhez képest, amikor megláttam a kottát, az semmivel se hasonlítható érzés. Hát felfedez az ember egy ilyen hatalmas művet, akkor milyen legyen? Hát, úgyhogy ez a sikerélmény aztán meghatározta azt, hogy nekem itt van keresni való, mert ez teljesen szűz terület. Hát Erkel végeredményben a 19. században Liszt mellett a legnagyobb zeneszerző, ezt tudjuk, és hát a himnusz és nemzeti operák is ennyire nincsen felkutatva ez a dolog, és senki nem játszotta soha azelőtt. Tehát, és tulajdonképpen most utána néztem, hogy a legjobb zongorista volt Magyarországon 1830-as, 40-es években, nem volt nála jobb. És hát amit még emellett csinált, tehát intézményesítés minden egyéb téren, nem beszélve a himnuszról, meg a nemzeti operákról, de hát Kodályról beszéltünk, amikor voltam nálad a múltkor. Igen, mert ő tulajdonképpen a 19. század Kodály Zoltánja, mert olyan sokoldalú, mindenre kiterjedő, felmérhetetlenül gazdagazó életműve, és a nemzet megmaradásának, művelésének az ügye, amely csak ő hozzá hasonlítható.
Visszatérve még a zongoraművészi tevékenységére, hogy mennyire benne ért az európai kultúrába, hogy néhány évvel, ahogy Chopin bemutatta Párizsba a két zongora versenyét, az egyiket már ő Budapesten eljátszotta. Valóban, igen, az E-moll koncertet, és hát ebből is látszik, hogy azért meglehetősen tudott zongorázni, és hát aztán a Zeneakadémián ezt kamatoztatta öreg korában, mint zongoratanár. És nem volt tanár segédje. És Liszt elment, Budapesten nem tartózkodott, csak 2-3 hónapot, csak az első 2 évben volt itt hosszabb ideig. Ugye rászakadt az egész, és nem kapott tanár segédet, mert a magas minisztérium spórolt, mert voltak, akik olyan jó indulatúak voltak, hogy ne kapjon költségvetést az akadémia. Tehát ő úgy oldotta meg, mint jeles sakkozó, mert az 50-es években ő volt a legjobb magyar sakkozó is, mikor Szén József visszavonult, hogy aztán szimultán tanított. Megmondta a növendéknek, hogy mit akar, mit kell csinálni, addig gyakoroljon, átment a másik növendékhez. És hát természetesen a magas felsőbbségek ezt is felrótták neki, hogy miért ezt csinálja. Ha 28 növendéke van valakinek, akkor mit csinálja? Nem tud ketté szakadni. Úgyhogy Erkel Ferenc egy pótolhatatlan és hatalmas egyéniség, és az, hogy van operaházunk, van kórusszövetségünk, van filharmonikus zenekarunk, ez mind az ő műve. És mennyire stratéga, ott mindig azokat választotta ki, akik maximálisan tudtak segíteni. És Liszt is azért jött, ha ezt az akadémiát alapítani, mert Erkel már tudott foglalkozni ezzel, mert a Nemzeti Színházban elvégezte az ő művét, a operaháznak a megnyitását, illetve felépítését kiharcolta, ezzel feláldozta saját karrierjét, mert nem nagyon szeretik, hogyha matot kap ugye a magas minisztérium, tehát onnan menni kellett. És hát akkor most, hát akkor mit csinál? Természetesen az akadémiát, hát van dolga, bőven. És hát Liszt valóban ráhagyhatta az összes növendéket, az igazgatást, mert Erkelben volt annyi stratégia érzék, hogy megvívja ezeket a kicsinyes harcokat, és volt annyi flegmája, hogy mindezt kibírja. Tehát egy fantasztikus vezető egyéniség volt, aki egy személyben érte el az, hogy például operaház megépült, mert az a zenei életnek volt Erkel Ference, de a Nemzeti Színház nem épült meg, mert a színházi életnek akkor nem volt olyan egyénisége, mint Erkel Ference. Arra még jó ideig várni kellett. Tehát kétségtelen, hogy amikor ránéztél erre a térképre, a legfájóbb fehér folta Erkel volt. Na most szeretném, ha beszélnél az István királyról, Erkelnek utolsó operájáról, amelynek az újjáélesztésében már az akadémia égisze alatt is hát nagyon komoly érdemeid vannak, és itt már nem csak te vagy a résztvevő ennek a gyönyörű munkának, hanem Csányi Valéria, te feleséged is. Lemez jelent meg a Naxosnak a kiadásában, egy dupla CD, amelyen hát a MÁV szimfonikus zenekar vezényli a feleséged és a kórust, és nekem nagyon tetszik, hogy ebbe a kórusba még te is énekeltél. Bizony, tenor 2. Na hát a lényeg az, hogy ezt a operának a zongora kivonatát még Német Amadé barátom adta át nekem 91-ben, amikor alapítottuk az Erkel Társaságot. Hát nem alapítottuk, hát én úgy ott voltam, mint meghívott, de azért írtam egy cikket előtte, hogy valahogy hozzám is kötik ezt. De mindesetre a lényeg az, hogy ez nálam volt csomó ideig, aztán találkoztam 90-es években Valival megint, már a főiskolán találkoztunk már, csak hát akkor másfelé vitt minket az élet, és odaadtam neki, hogy hát abban a naív hídbe, hogy egy karmesternek valami befolyása lehet arra, hogy mi legyen az operának a repertoárja. Hát a karmester egy hát mondjuk nem közkatona, de mondjuk egy százados, és a vezérkar az határozza meg, hogy mi legyen, és nem egy katonatiszt. A lényeg az, hogy persze, hogy nem történt ebből semmi, aztán amikor összeházas, már hát mielőtt összeházasodtunk, már akkor kezdtünk el foglalkozni, tényleg a kéziratot rendbe kellett hozni jó nagy munkával, mert ezt meg kell csinálni, ezt az operát. Nem tudta, megmondom őszintén, hogy ez mekkora darab, és ő sem tudta, mert a felvételek alapján nem lehetett megítélni, kott alapján sem lehetett igazán megítélni.
Tehát ami a lényeg ennek a dolognak, hogy megcsináltuk ezt a darabot Komáromban, a kórus úgy jött, hogy a pár kórustag, akit meghívott Vali és eljött, hívták egymást szépen, és így 90 tagú kórusunk lett, amatőr egyházi kórusokból, és volt operistákból, volt profi kórustagokból, nagyon lelkes és nagyon végeredményben nagyon jól szóló kórus lett belőle. A MÁV zenekar az egészet elvállalt a szolgálatban, és a 14 szólista sem kért egy fillért se. Tehát ez a produkciónak a költsége úgymond nulla volt. Tehát amit meg kellett fizetni, az a világosító volt, meg a tulajdonképpen díszletjelmez, ilyesmi. Tehát rekordolcsóságú produkció lett, és hatalmas siker a komáromi erődben. Nem szeretek kikezdeni ezzel a körrel, de a pesti kör nem jött el. Akiknek úgy azt hittem, hogy azért el fognak jönni egy István Király bemutatóra, nem jött el senki, akit meghívtam. Azt mondták, hogy Komárom messze van, majd fogjuk játszani Pesten is. Na hát, hogy fogtuk játszani Pesten is, ez rémtörténet. Az a lényeg, hogy megszólalt a darab, és két évvel később mindenféle... Szóval, hogy mondjam... Ez úgy működik, hogy ha valamit elkezdesz, vagy elkezdenél, akkor megfélemlítenek. Ne kezd el, hogy jössz hozzá, úgyse tudod megcsinálni. Aztán, amikor már benne vagy a készületben, megpróbálnak lehetetlenné tenni. Nincsen pénz, nincsen helyszín, nincsen szereplő, kilőnek mellőled mindenkit. Aztán, hogyha ez se sikerül, és létrejön a produkció, hogy akkor rátborítják a tücsköt és a békát, meg mindenfélét, hogy milyen rossz volt, hogyha jó volt, akkor elhallgatnak. És hogyha akkora volt a siker, akkor ellopják az egészet tőled, de mind a négy etapot végigcsinálták velünk, úgyhogy ez egy tankönyvi példa volt, de viszont meg tudtuk csinálni a lemezt, megmaradt az egész, és el kell operálni mindenféle ármánykodás ellenére világsikert aratott, mert erről nem igazán lehet hallani. A felvétel megvan, meghallgatható, megvásárolható. Én tegnap este is hallgattam belőle, mert annyira szeretem, úgyhogy ezzel is igazolom mindazt, amit mondtál. Liszt és Erkel mellett kétségtelenül Mosonyi, a nagy alakja a 19. századnak, nagyon sokat tettél Mosonyiért is. Éppen abban az évben, amikor Liszt-díjat kaptál, a Zenakadémián végre valahára volt egy Mosonyi emlékhangverseny, zenekari hangverseny a rádiózenekarral, és te ott megszólaltattad Mosonyinak a zongora versenyét. Erről esetleg egy néhány szót, ha tudnám mondani. Hát, mondom, hát ez terv szerint ment, befejeztem Erkelt, kezdtem Mosonyit, és akkor szépen csinálgattuk az összkiadást, meg is lett, 98-ra be is fejeztük. Ez egy nagyon nagy és munkaigényes projekt volt, hát 6 évig készült, tehát azért a dimenziókat érzékelhető. És hát Mosonyi Mihály, mint kiderült, és ezt a Sziklavári Károly derítette ki végül is, és mindenféle ilyen tévképzete, egész 19. századot belengi ez a köd, amit tulajdonképpen a információ hiány és ismeret hiány. Tehát a Mosonyi egy kísérletező zeneszerző volt. Tehát az is érdekes, hogy ugye volt a bécsi romantikus korszaka, a Schubertes, Beethovenes klasszicizáló nyelvezet, ami 48 előtt volt. Aztán meghalt a felesége, 48, elbukott a szabadságharc, gazdasági válság, a létalap elvesztése, tehát minden együtt összejött, és utána egy egészen új, Schumannos, teljesen korszerű nyelvezet, ami abszolút a Zeitgeist, tehát teljesen a kornak a nyelvezete, sőt, van zongora, amiben már Brahms hallatszik benne, pedig hát hol volt még Brahms az 1856-ban. Tehát a lényeg az, hogy és utána mi jött? Azt mondta, hogy ezt már nem érdemes csinálni, Liszttel beszélt, inspiráció, hopp, elkezdett magyar zenét írni. Aztán a magyar zenének a konjunktúra teljesen ellehetetlenedett, mert jött a Bach korszak után a Schmerling, ami rosszabb volt, mint a Bach korszak.
sokkal, csak nem tudunk róla, nem annyira, 1860 után, hát 61-től kezdve, az szörnyű volt, mint a vakkorszak. Úgyhogy, mert tudta ugye a Schmerling, hogy mit csináljon, hogy nem cseheket kell ültetni a magyarokra, hanem magyarokat kell ültetni a magyarokra. És majd ők elintézik egymást. A lényeg az, hogy utána ugye a magyar kultúra tényleg annyira lefelé tartott, hogy akkor elkezdett mit csinált. Beethoven szimfóniákat írt. Tehát, és aztán megint egy stílus szintetizálás következett volna be, csak meghalt nagyon korán. Na de mit írt ez alatt az idő alatt? Olyan műveket írt, hogy Liszt nem kevesebb, mint 8 műve van, amiről kimondható, hogy Mosonyi inspirálta. Tehát nem csak átiratok, hanem a zeneszerzői módszerek tekintetében. Aztán még az első korszakában írt olyanokat, hogy egy dalciklus, ami 5 egybe komponált dal, tehát egy hatalmas negyedórás dal, az 5 dal a Schilflieder, ami egy világszínvonalon megírt, teljesen egyedülálló darab, ilyen a dalirodalomban nincsen több. És a Mosonyi, amiről beszélt a zongora verseny, az egy 3 tételes mű, szintén egybe komponálva, Liszt előtt. Tehát Lisztnek ugye az Ezdur zongora versenye, talán az első változat már megvolt, de még az sem biztos, 1844-ben írta Mosonyi. Tehát amikor Pestre jött Liszt, én lehetetlennek tartom, hogy Mosonyi nem mutatta meg neki ezt a partitúrát. A lényeg az, hát ők figyeltek egymásra, szóval ez nyomon követhető. Hát Folkman is ugyanakkor született, mint Mosonyi. És mind a kettő itt élt Pest, tehát azt hiszük, hogy nem hatottak egymásra. Hát ez egy városban éltek, figyelték egymást, és az egész Európának azért lenne szükséges egy zenei lexikon megcsinálni, ami nem kronológia szerint, tehát nem szeparálva, hanem a nemzetközi és a magyar kronológia szerint. Vannak nagy koncertek, amik hatnak mindenkire, nagy műbemutatók, nagy filozófiai művek, amik hatnak mindenkire. Ezt nagyon fontos lenne megcsinálni, mert tehát nem időrendi sorrendben, hanem így vertikálisan is bemutatva ezt a történetet. Lényeg az, hogy Mosonyi egy hatalmas ember volt, és nem véletlen Liszt a nekrológiában, mármint a Mosonyira írt nekrológiában azt mondja, hogy követni kell őt, az általa megkezdett úton tovább kell menni. Hát sok mindent szívesen hallgatnék még Mosonyiról, de menjünk tovább. A kiváló hegedűművészes Hecsődi Ferenccel az összes hubai hegedű és zongora kíséretes művet, nem tudom én hány lemez ez, fölvettétek, ahogy te mondod, hogy ez egy hangzó összkiadás. És Hubairól is talán egy-két szót, ha szólnál. Hát, és egy fantasztikus ember volt, mert tulajdonképpen Liszt tanácsára hagyta el Magyarországot. Azt mondta, hogy nézzen körül odakint, és Brüsszelben megkapta akkor talán legjelentősebb pozícióját, a Brüsszeli Zeneakadémiának a hegedű tanári posztját, és hívták Pestre, hogy jöjjön tanárnak Liszt akadémiájára, amikor meghalt az édesapja, és ő ott hagyta Brüsszelt és hazajött Magyarországra. Ez egy fantasztikus tett volt a részéről, és tulajdonképpen semmibe jött, tehát fölépítette azt a magyar hegedűs iskolát, aminek aztán csodájára jártak, és hát a Szigeti Józsefig bezárólag, és máig hatóan ez jelen van Magyarországon. Tehát, de nem csak arról kell beszélni, hogy ő mennyire volt magyar, hanem a hegedű műveiről, meg egyáltalán a zeneszerzői művei nem tudták megbocsátani neki, hogy ő báró. Most a báróság annyit jelentett, hogy a Ferenc József 18-ban adott neki egy ilyen címet, mert akkoriban még nem volt Kossuth díj. Oké, hát báró. Mit jelent az, hogy báró? Meg hogy ott volt a palotája Dunaparton, ahová Horthy is járt. Bocsánat, palotája volt? Az jelzáloggal volt terhelve egyrészt, és ő hegedülte tisztára, hogy a felesége birtokát is. Tehát az ő saját munka, kétkezi munkájának köszönhető, hogy ott volt egy palota, és oda zenészek jártak. A legnagyobbak, és hogy Horthy oda járt, természetes. Nem politizálni járt oda, hanem azért, mert szerette azt a muzsikát, ami ott volt. És bizony már onnan a rádió közvetített, és mennyit jelentett az Magyarország számára is, meg akik hallgatták ezt, hogy ilyen magas színvonalú művek onnan elhangzanak. Tehát Huba Jenővel szemben roppant méltánytalan mind zeneszerzővel, mind próbáltuk egy kicsit ezt a fehér foltot is
betörni, és egy akkora méretű összkiadást csináltunk, amit magyar szólóművész még nem. Tehát ez Szecsődi Ferencnek az érdeme, hogy ezt vállalta, ezt a hatalmas munkát. Életednek van egy csodálatos hármas ajándéka, a szemműtét, amely után kitárult előtted a nagyvilág. Megkaptad Csányi Valériát, a kiváló művészt, muzsikust, karmestert, társnak, sőt, hites társnak, és talán a legnagyobb ajándék a te hited, meg az én hitem szerint is az, hogy Jézus Krisztus a váltság halála és feltámadása adott neked egy olyan Istenbe vetett szilárd hitet, amelyen állsz most is, minden nap, és teljes lelki békességgel, örömmel végzed ezt a csodálatos missziódat, amely hát mindenki előtt világossá tette, hogy valami nagyon nagy dolgot tudtál te már is eddig letenni az asztalra, és hát a magyar zenetörténetet, meg a magyar előadó művészetet és a magyar művészi hanglemez gyűjteményt fantasztikusan meggazdagítottad. Tehát szemoperáció, Vali és az Istenhit, erről szeretnénk a hallani. Nagyjából összefügg, mert a jó Isten vezet mindig. De hát, hogy én egyáltalán vagyok, és hogy zongorista lettem, azt azért már nagyjából próbáltam rá utalgatni, hogy ez úgymond szerencse, hát szerencse nincs, isteni gondviselés van. De ami a lényeget jelenti, a szem, ez is összefügg mindennel. A szem egy állapot volt, amin lehetett volna segíteni. Volt egy szemorvosom, nem te szemorvosom, egy házi doktorbácsi, aki engem gyerekkorom óta gondomat viselte, és ő neki volt egy ilyen műtétje, és majdnem belevakult. És 9 hónapig lebegett ott, hogy most meg fog vakulni, vagy sem. Hát persze úgy megijedtünk, én is, meg édesanyám is, hogy Isten őrizzen, hogy ezt megcsináljuk. És aztán, amikor már nagyon muszáj volt, akkor persze megcsinálta. Most ne viseljünk olyan kereszteket, amit nem a jó Isten, nem a jó Isten rakott ránk, hanem mi raktunk magunkra. Ezt azonnal le kell vetni, az egyik tanulság. De szóval ez a szemem története. Tehát meg lehetett volna ezt oldani korábban is, nem mertem. Tehát nyúl voltam. A másik a Vali, akivel hát a főiskolás koromban találkoztam, hát ott meg az ambíció, ugye az a másik kísértés, hogy hát én megyek Párizsba tanulni, aztán mire hazajöttem, Vali már férjhez menőbe volt, és hát akkor már nem volt nehézségem, hogy szóljak bármit neki, hát Istenem. Hát lényeg az, hogy akkor összejöttünk megint, és hát most végül is 2008-ban történt ez a dolog, hogy meghatározó, és tényleg azt hiszem sírig tartó dolog lesz, és mérhetetlenül büszke vagyok rá, mert ezt azért itt legalább elmondom, mert máshol nem igazán lehet, hogy hát igen, Vali a minden idők eddigi legtehetségesebb és legjobb magyar női karmestere. Ez így van, mert hát 29 évet töltött el a legnehezebb zenei munkahelyen, ami létezik, a Magyar Állami Operaházban közalkalmazottként, aztán 2 évet még visszaszerződtették, és hát a karmestereknek a próbája az, hogy első osztályú szimfonikus zenekarnál hány évet tud eltölteni. Tehát ez adatokkal bizonyítható, kész. Na most hát, bocsánat, hányan vagyunk itt a teremben, vagy bárhol Magyarországon, aki elmondhatja magáról, hogy igen, én vagyok a legjobb ebben a műfajban. Úgyhogy aztán büszke vagyok rá, és mindent megteszek, hogy ezt hogy így mondjam, bizonyítsam, és hát próbálok szervezgetni ezt meg azt, hogy ez kiderüljön tényleg mindenki előtt, mert hát az operaházból elég méltatlan körülmények között került el. Na, a lényeg az, hogy mi volt a Isten, hát az már Isten, Vali. Hát ő az első is, minden neki köszönhetünk. Hát szóval engem a jó Isten hívott, meg tenyerén hordott, csak ezt én egyrészt nem tudtam, és amikor tudtam, akkor meg hát az ember lusta, mert hát messze lakom, meg nem látok, meg millió kibúvó, meg kifogás, és hát aztán, amikor nagyon nagy baj van, mert meghalt édesanyám, és ott voltam a kórházban,
és úgy nagyjából kiderült, hogy egyedül maradtam, mert nincsen senki, ott vagyok egy romos házban, ami a fejemre fog dőlni, ott van egy drága szomszéd, aki pályázik a házra, és pályázik arra, hogy kitörje a nyakamat, mert ő azt meg akarja szerezni. Van egy frankhitelem, amiben belemásztam, mert olyan adósságunk volt, meg olyan körülményeink, hogy muszáj volt felvennem, nem azért, mert vállalkozásra, egyszerűen ki kellett fizetni a közműadósságot. Mikor édesanyám kórházba került, nagyon beteg volt, két nappal előtte jött meg a hitel ahhoz, hogy kifizessem a gázszámlát, különben kikapcsolták volna. Szóval ilyen dolgok voltak, senki nem kérdezte, hogy miből ez kisfiam. Lényeg az, hogy itt olyan mélyponton voltam, hogy tényleg soha ilyenben nem voltam, és azt, hogy most lezuhanok, vagy mi történik. És akkor bemondtam a kápolnába, és tényleg üvöltve hívtam a jó Isten, hogy segíts, mert most már nincsen tovább. És akkor jött egy Ferenc kórházba, átvitték édesanyámat az utolsó pillanatban, ne a János kórháznak a statisztikáját rontsa szegényként, és amikor ott ültem és bőgtem a halálos ágyánál, akkor jött egy kedves nővér, de mert a Klarisszák tartják fenn a kórházat, és kérdezte, hogy mi van, és akkor mondta, hogy menjen el a plébániára, és tanuljon egy kis katekézist. És akkor hát persze, hogy megyek a plébániára, és a plébánus úr majdnem kidobott, de engem már nem lehetett lerázni, hála Istennek, és hát aztán szépen mentem előre, és ez volt április 13-án, mert mikor hal meg édesanyám, mint nagy péntek utáni pénteken, tehát bűnbánati napon és jusolyti időben együtt, és akkor megműtötték az egyik szememet július 3-án, nem volt befolyásom rá, ami Szent Tamás napja, ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Aztán megműtötték a másik szememet, ami októberbe szerettek volna megműteni, de a kórház kapott egy kis pénzt, mert akkor ilyen időket éltünk. Augusztus 22-én, ami Szűz Mária királynő napja, tehát merre menjek. A 28-án azt mondtam, most már én első áldozó szeretnék lenni, most már tanultam elég hittant, és akkor egy normális szerdai napon, 5 perc alatt életgyónás, kimegyek tök normális utcai ruhába, a plébánosra, a kápának, gyónt, akkor áldozhat. Oké. És ez mikor volt Szent Ágoston ünnepén, aki hát a egyház történet talán legszebb megtérési története, 20-valahány évig tartott, és hát mindenen keresztül ment, amin bűnös ember keresztül mehet. És aztán valahogy a jó Istennek hát hálát kellene adni, hát akkor elmegyek. Valami, mi van, hirdetőtáblán megláttam virasztás Magyarországért, nem jutottam be, mert be volt zárva az összes ajtót, bazilika körül. Tudtam, akkor 9 után bezártak az összes ajtót. Oké, következő héten bejutottam, és ez mikor volt édesanyám születésnapján. Tehát így szépen sorban kaptam a hívásokat és a jeleket, hogy merre kell mennem. Ott a bazilikában a Mária Légiónak a vezetése csinálta ezt a virasztást, ő szervezi 20-valahány éve most már. Úgyhogy bérmálkoztam május 30-án, ami hát Szent István Elekijének a átvitele, tehát hol, és megkaptam azt a kegyelmet, hogy hát ott a bazilikában orgonálhatok, mert felfedezték hamar, hogy én tudom kezelni a billentyűket, ha pedálokat nem is, tehát kántor nem vagyok, csak kán, de szóval a lényeg az, hogy sőt kánt, bocsánat, mert két kezem van. Lényeg az, hogy ott a bazilikában, a Szent Jobb kápolnában nyomhatom a billentyűket, és hát ott van tőlem 20 méterre a védőszentem, meg a kézelek hihetett Szent Jobb ott van. Tehát ezek óriási dolgok, és aztán még azt is megtudtam, hogy március 26-án születtem, ami Emmanuel napja, tehát velünk az Isten. És hát mit csinál? Hát persze, most ilyen konstelláció mellett hát az lenne az abnormális, hogyha én nem hinnék, és nem rohannék megtenni mindent, amit úgy gondolom, hogy a jó Isten ad, és be kell csinálnom, úgyhogy a legnagyobb kegyelem pedig az, hogy most már plébánián áldoztató lehetek, tehát mehetek az otthonba idős emberekhez, akik már Isten közelébe szeretnének lenni, és adhatom nekik Krisztus testét, mert olyan bizalma volt az Úrnak bennem, hogy azt mondta, hogy
kézbe vehetsz. Úgy az örömteli napoknak, mint a szomorú napoknak én is részese voltam, mert az esküvőtökön beszédet intéztem hozzátok, és hát édesanyját koporsója mellett is én mondtam a búcsú beszédet. Kedves István barátom, most azt szeretném, hogy még arról beszélnél, hogy mit csinálsz most, és milyen terveid vannak még a jövőre. Hát, amit most csináltam, az egyrészt az, hogy mikor hát megvolt ez a 2007-ben történt édesanyámnak a halál, és aztán Vali hozott ki ebből a rettenetes mélypontból, mert hát zongorázásra már nem igazán volt akkor mód, amikor édesanyám meghalt, előtte 0-2 óráig gyakoroltam, előtte róttam a várost, és kétségbe esettem, próbáltam pénz után futni, meg adminisztrálni, meg minden egyebet. Tehát a háztartás, meg minden egyéb rám szakadt, és hát ezt úgy látszik, hogy nem bírtam, mert nem szokta a cigány a szántást, bocsánat. És hát bevittem a leveskét édesanyámnak, és elkezdett a szívem tája. És akkor hát az történt, hogy én kijöttem a kórházból, de ő már nem. Na most hát ezután jött a mélypont, és akkor egy pár évig a lelkemmel törődtem meg, hogy hogy jövök ki ebből a borzalomból, és akkor Valival találkoztam, és ő hozott ki ebből a művészi mélypontból, szóval tényleg mindent megszerezett, meg biztatott, hogy gyakoroljak, meg ezt, meg azt, meg amazt összehozott olyan kamara darabokkal, amit tényleg pupa hátamon, nem szívesen vállaltam, de csináltam, mert ő kérte tőlem. Tehát a lényeg az, hogy újra megtanultam zongorázni valamennyire, és hát akkor hát persze, hát akkor már koncertéletben is itt kéne lenni. Na most ez volt az életem legfeleslegesebb 5 esztendeje, mert a koncertéletben nem lehet bejutni. A koncertélet egy furcsa, egy képződmény, szakmaellenes és kirekesztő. Ahogy nagyjából az egész művészeti élet is az, ez folyamánya annak, hogy a kormányok közül senki sem értett igazán, és senki sem fogta fel a súlyát annak, hogy mit jelent a kulturális élet. És mennyire fontos, hogy abban mi folyik. Ugye a párturalmat szinte kontinúsan átvette a pénzuralom, és borzasztó, hogy mit csinál. Na most ezt valahogy szakmai irányba kellene terelni, ezt az egészet, és valahogy meg kellene szabadítani a pénzrémuralmától. De a lényeg az, hogy ez tehát az egyik célom. A másik pedig az, hogy a koncertéletben nem szabad olyan szekér után futni, ami nem vesz föl. Tehát ahova meghívnak, nagyon szívesen elmegyek, de legyenek olyan céljaim, tehát visszamegyek a kezdeti időkbe, tehát csinálok lemezt, és annak rendelem alá a pályámat. Tehát most az első ilyen volt 2006-ban, elkezdtem a Balassa Sándor bátyámnak a összkiadását megcsinálni, meg első már meg is jelent, következő meg fog jönni novemberben, a harmadik pedig januárban, de ez már egy kész dolog, tehát már a következő projekteken fogok részt venni, és bár nincsen olyan kollega, aki lelopná őket, de még nektek sem mondom el, bocsánat, hogy azt mondja, ezek olyan szakmai titkok. Sajnos a magyar zene térképén még nagyon bőven vannak fehér foltok, és te hogy látod, lesz, aki a stafétabotot átveszi a kezedből? Annyi kiváló, tehetséges, nagyszerű előadó művész van, tehetséges, fiatal zeneszerzők. Van-e olyan valaki, aki félretéve a karriert vállalná ezt a nagyon nehéz missziót? Tudsz-e valakit? Hát az a baj, hogy ez misszió. Mert normálisan működő kulturális életben nem kellene, hogy misszió legyen, mert az, aminek társadalmi, meg művészeti szükség van rá, tehát fontossága van, az automatikusan kellene, hogy terítékre kerüljön, és azt valaki megcsinálja. Tehát ezt kellene támogatni igazán. Hát, hogyha ez lenne a MMA-nak egy nagyon szép feladata, hogy ezt csináljuk, nagyon-nagyon korlátozottak az eszközeink pénzügyileg, tehát például a pályázatokon ilyeneket kellene
honorálni igazán, hogy valaki csinál egy összkiadást azokból a magyar szerzőkből, akik hát sehol sincsenek, mert se kotta nincs, se lemez nincs, se felvétel nincs. Hát, de hát mondjuk a legnagyobbat, hát Erkelnek nincsen, nincsen partitúrája, egy sincs, mert hiába jelent meg a Zenetudományi Intézet kiadásában, Urtex partitúra, Bátori Mária, Hunyadi László, Bánkban megjelent 2010-ben, azóta semmi, hogy zárójelben megjegyezzem, de ezeknek a kottáknak nincsen zongora kivonata, és nincsen szólamanyaga, amiből elő lehetne adni. Tehát egy vitrintár, gyönyörű, szép, megcsodáljuk, nagy munka volt, csak nem lehet előadni. Tehát praktikus, és a többi opera hol van, még írt hatot. És hát ez Erkel. És a többi szerző hol van? Bartókból készül egy jó összkiadás, Kodályból készül egy jó összkiadás, hol a többi? Hát nem csak ebből a két szerzőből áll, és aztán a torzulások, ez a modernista teleológia, ami hát egy célokságú gondolkozás, borzalmas, hogy a mindennek a célja és az oka az, hogy modern legyen, nem igaz. A zenetörténetnek párhuzamos fejlődési vonalai vannak, és mindegyiknek megvan az értéke, célja és a funkciója. Ezek a csomó szerző kikerült a fősodorból, teljesen érdemes, a Weiner is közéig tartozik tulajdonképpen. Én azt akarom mondani, hogy Weinerről elfelejtkeztünk, illetve az idő sürgetése miatt nem beszéltünk Weiner Leóról, mert itt is nagy érdemeid vannak, hát a nagy ciklusát, a magyar parasztdalokat, ami egy rendkívül igényes zongora sorozat, azt is lemezre játszottad, és még mást is. Hát tulajdonképpen kétszeres Kossuth Díjas, többszörösen dekorált, megbecsült szerző, és a Magyar Rádióban sem volt meg az összes darabja a magyar parasztdaloknak. Úgyhogy tényleg az ember azt hinné, hogy mondjuk Weiner föl van dolgozva. A műlistában is tudtam csinálni kiegészítéseket, mert volt olyan két ciklus, amit nem jegyeztek, mert eldugva a zongora iskolában. Tehát a lényeg az, hogy a zenetudósok dolgoznak, emőkének mondom, tisztességesen és lelkiismeretük szerint, és ott valahogy el is megy. Nem olyan tempóban dolgoztok, mint amit kellene csinálni, mert pénzt nem kaptok rá eleget, meg kevesen vagytok. Viszont az előadók, mintha nem is létezne ez az egész, nem vesznek tudomást erről, egyrészt mert nem tudják, hogy van zenetudomány, és ezeket érdemes gyakorlatban is használni. Másrészt pedig, hát bocsánat, meg kell élni valamiből, és hogyha a koncertrendezők azt mondják, hogy nekik nem kell Weiner, akkor egyszerűen nem tanul Weinert a zongorista, mert minek? Hát én Weiner lemezeimből hát azért nem igazán mondanám, de azért nagyon sok olyan darab volt, amit csak kétszer tudtam eljátszani, és volt, amit csak egyszer. Mert úgymond nem érdeklődött iránt a koncertélet. De szóval a lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok mindent kellene csinálni a szervezet, és azt nem lehet elvárni az MMA-tól, hogy akkor csináljon egy második nyilvánosságot a zenében, mert egyszerűen nincsen úgymond piaci igény arra, hogy magyar zenét játszanak. Hát ez nonsens, ez nem létezik. Szóval valamiféle ösztönző keretrendszert ki kellene arra alakítani, hogy a magyar kultúrának nem csak a zenében, hanem minden téren nagyobb legyen az úgymond ázsiója, és nagyobb legyen a tere médiában, és minden olyan téren, ahol kellene. Kedves István! De vélem, már kimaradok. A mai világunkban sajnos tapasztaljuk, hogy ami fehér, arra azt mondják, hogy fekete, és állítják, hogy fekete. Ami csúnya, arról állítják, hogy szép. Ami igaz, arról állítják, hogy hazugság. Sajnos ilyen világban élünk. Ezért az, hogy te ilyen nyíltan, ilyen őszintén, ennyire emberien mertél vallást tenni a hitedről, identitástudatodról, és nem magadat állítottad a középpontba, hanem azt, amiért az életedet szentelted, a művészetért, a magyar zenéért, úgyhogy ezt én, mint volt tanárod és drága jó barátod, ha így mondhatom, csak meg tudom köszönni, és úgy gondolom a hallgatóság is az én véleményemmel osztozik. Megköszönöm Istvánnak, és megköszönöm
önöknek, a kedves hallgatóságnak a részvételt, és hát Istvánnak kívánom, hogy a Jóisten hite továbbra is adjon neki erőt arra, hogy még nagyon sokáig hallhassuk nem csak a zongora játékát, hanem a tudományos fejtegetéseit, olyanokat, amelyeket senkitől nem hallhatunk, csak tőle, mert ő jár utána, ő kutat, és hát kívánom, hogy egy szép emlékkel hagyják el önök ezt a termet. Köszönjük szépen. Jó éjszakát kívánok!